Böttöm Parkó története. Egyszer volt, hol nem volt, az üveghegyen innen... A Varázserdőn túl volt egyszer egy nagy-nagy háború. Burkus király csatázott Garabonciás király ellen. Olyan rég tartott ez a háború, hogy már ők sem tudták, hogy miért. Rossz nyelvek szerint Burkus király öreg apja meghúzta Garabonciás király öreg anyjának. Öreg apjának? Öreg anyjának. Öreg apjának. Öreg anyjának. Az öreg apjának. Az öreg apjának. No, annak. Hosszú fehér szakállát. Szóval igencsak dúlt a háború. Sehogy sem tudott kiegyezni egymással. Így telt ez sok-sok év, míg egyszer csak Burkus király. Garabonciás király. Burkus. Garabonciás. Burkus. Garabonciás. Serege nem győző. No de mint hiába. Nem volt ebbe öröme senkinek, mert a hosszú háborúskodás alatt úgy leszegényedett az ország, hogy az emberek a templom egeréhez jártak koldulni. Na de ebben az időben élt egyszer egy ember. Volt szakálla Kende. Mondjuk szakálla. Cserefa pipája, tyúkszara dohánya. És volt neki egy felesége. És 13 daliás szép gyermeke. Mariska, Zoltán, Jancsi. Katika, András, Karcsi. Juliska, Éva, Bábuci. Zsuzsika, Réka és Juci. Böttöm Parkó a legkisebbik.
A testvérek gyakran rászedik. Mivel igen kicsi a termete, nem törődnek sokat vele. Róla szól le, róla szól le rövid mese. Róla. És akkor a stúdióban folytatjuk, nem mondom el, hogy a történet hogy ér véget, azt holnap meg lehet nézni. András Mihály a vendégem, a Hargita Nemzeti Széke Népi Együttes igazgatója. Szervusz! Szervusz! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Hát tudom, hogy munka van, technikai beállás, ugyanis 7 órakor kezdődik az előadás, ugye a másik darab, de hát elmondjuk, hogy melyik miről szól. Kezdjük akkor a Pöttöm Palkóval, ez nem most készült, régóta fut. Sok előadás megért, hogy áll össze ki az alkotócsapat? Hát a műsor, mint látják, egy mesejáték, és úgy kezdődik, ahogy az imént láttuk, de hát a fejlemények csak ezentúl következnek. Kiderül, ez a gyerek alacsony, kicsi, a legkisebb a családba, mindenki gúnyolódik vele, hátrányos helyzetben van, gonoszak a testvérek, aztán kiderül, hogy a szülők is ott hagyják a gyerekeket az erdőbe, és ez így folytatódik a történet, ameddig aztán ott az óriás, a medve és mindenféle különleges találkozások vannak az erdőben, izgalmak, de hát ez a hátrányos helyzetű gyerek ügyessége, leleményessége által mégis a végén megmenti a családot. És hőssé válik. És hőssé válik, igen, hátrányai ellenére. Mint minden szép mese hasonlóképpen szól a történet, csak hogy az az izgalmas benne, hogy ott a közönség. Tegnap bestseller cím volt előadásunk, és hát most írásban utána lehet nézni, a jobbnál jobb kritikákat kap a műsor, de hát az a gyönyörűség benne, amikor él a műsor a színpadon, és a közönség jelen van, és bekapcsolódik a műsorba. Tehát örömünk volt a tegnap is, mert van ez az interaktivitásnak nevezett szó. Tehát a gyerekek ott hagyták a szüleiket, előre jöttek a színpad elé, és bekapcsoltak a történetbe, beleszóltak, jelen voltak, felkívánkoztak, fel is mentek a színpadra, részesei lettek az előadásnak. Tehát ez egy ilyen műsor, amelyik úgy elkapja, elsodorja a közönséget, és úgy érezzük mi is, hogy bent vagyunk a közönség körében, meg fordítva is a közönség köztünk. Hát sok gyerekjáték elem van, úgyhogy megvannak a referenciák, a hangulat is olyan, meg nagyon ügyesek az előadók. Azért azt mondjuk el, hogy az alkotó csapat az a tánckaron kívül úgy néz ki, hogy rendező, koreográfus Iválcsony László, dramaturg Fazakas Misi, zenei szerkesztő Fazakas Levente. És hát ez az egyik darab, amivel jelentkeztek, ez holnap látható Kolozsváron, ma este 7 órakor, pedig 10 órától ma este pedig a Erdély.ma ma levelek Londonba. Egy olyan ügyet tematizál, amiről az imént beszélgettünk az akadémikus urakkal, a migrációt, a munkakeresésnek a problematikusságát. Ugye ez egy olyan dolog, ami az erdélyi magyar társadalmat is szolidan érinti. Diószegi László ebből alkotott egy táncszínházi produkciót, és hát ennek a drámáit próbálta valahogy artikulálni. Hát úgy, amint megnézi a közönség, látni fogja, hogy egy időben szól a műsor az értékeinkről, az örökségünkről, és egy időben húzza a vészharangot, hogy milyen veszélyek vannak körülöttünk,
és ez az örökös problémánk, ami nem csak most kezdődött, de hangsúlyozottabb az életünkbe, ez a cseléddé válás, ahogy elmegyünk külföldre cselédnek, hátra, itt hagyjuk a szüleinket, családunkat, mindenünket azért a pénzért, ami végül is egy pénz, de vannak más jellegű értékeink, amit közben elveszítünk. Megint egy előadás jut eszembe, hogy Ímesben voltak a kollégáim, és féltünk, hogy egy ilyen táncjáros produkció nem odavaló, de hát láttuk, hogy könnyező szemmel ment ki a közönség, és hát természetesen abban a hangulatban a kollégáim is meghatodnak, úgyhogy itt közösen pityeregtek az előadás után, mert hogy megtörtént az a közös hangulat, a közönség és a szereplők, vagy a művészek között, aminek meg kell történnie, amikor jól sikerül a műsor. Tegnap előtt meg Csíkszeredában voltunk, és volt eladásunk, és többen jöttek, akik már láttak a műsort. Mondtam, már láttatok, most miért jöttetek? Azt mondja, mi mindegyiket láttuk, ahány itt volt. Tehát valamiféleképpen megszólítja a közönséget. Hála Istennek eljöhettünk Marosvásárhely, vagy Kolozsvárra is. Kolozsvárra is, hát el kell mondanom, hogy örülünk neki, hiszen nektek otthon, hogy mondjam, könnyű, hálás közönség van. Itt viszont bonyolult is valahogy a táncos élet háttérbe szorul. Nyilván ennek több oka van, de hát ezen majd dolgozni kell. Hát azt látom, hogy a tánckarnak van egy kemény magja. Tehát legalább 3-4 olyan ember van, aki szinte az elejétől fogva a társulat tagja. Ezeket hogy sikerül megőrizni, és hogyan kalkulálsz, amikor a munkaerő irányába próbálsz építkezni? Ezt annak is, tehát annak háttere előtt is kérdezem, hogy ugye a tavaly sok intézmény nehéz helyzetbe került az átalakítások, a lefaragások miatt. Ti ezt hogy éltétek meg? Hát a mai napig nehezen éljük meg a lefaragásokat, de tartjuk magunkat. Nem vállalunk kevesebbet, hanem legalább ugyanannyit, mint azelőtt, és inkább akármennyit túlórázunk, hogy tartsuk a bástyáinkat, és hogy amit akarunk, azt tudjuk létrehozni. Igen, számomra is szép a történet, most már sose gondoltam volna, hogy vannak kollégák, akikkel 20 éve együtt működünk, vannak alapító tagok. Talán a Kárpát-medencében nincs olyan hivatásos táncegyüttes, ahol 20 éve valaki, mint 28 éve, vagy 25 éve hivatásos táncos. Tehát ilyen kollégáim, hogy a táncos élet az rövid. Hát rövid, de hát vigyázunk egymásra, hát hogy fizikai kondíciójegyzések, gyógytorna, tudatos életforma, és az, hogy szeretik. Tehát van kollégám, idősebb kollégáim, 5 éve, 10 éve mondtam neki, szállj le a színpadról, kapsz egy más munkát, másra is alkalmas, és azt mondta, hogy nem fáj semmi. Pedig tudom, hogy fáj, de táncolni akarok. És ott vannak, hál' Istennek, közöttünk, viccelődünk is velük, de vannak ropogos új kollégáink is, ilyen tejfölös szájú fiatalok, igyekeznek, és nagyon szép, mert szinte szülő-gyerek viszony, vagy szinte családi környezetbe nőnek bele a fiatalok, megtanulva a tapasztalatot és minden furfangot is. Most azt tudom, hogy a Hargita az mindig úgy működött, hogy a művészi színpadi vállalásain túl a térségben való jelenléte az egyéb munkát is implikált. Ez hogyan alakult az élet során? Azt tudom, hogy a táncosaid sokat tanítanak, sok helyen jelen vannak, ilyen formában is. Mindig is ilyenek voltunk, erre gyúrtunk, de ez úgy kiteljesedőben van. Azért, mert látom azt a nagy holdudvart a Hargita együttes körül, hogy mondjuk sok turnénk volt az időn is, azt hiszem ez a 8. turnénk, de szeretünk otthon játszani, és hívnak minket. És ott vannak a tanítványaink, a szüleikkel, nagyszüleikkel. Tehát nekünk állandóan teltházunk van ezáltal, és mindig van egy szakértői közönségünk is. Na, tehát, hogy ezzel jól állunk, de ezért minden nap meg kell dolgozni, munkaidő után ezzel kell foglalkozni. Hogyan zárjátok az évadot, ha egyáltalán, és mi az, amin dolgoztok a következő periódusban, mit tűztetek magatok elé tervként? Ugye ez egy viszonylag friss produkció, ami ma este látható, meg amiből láthatnak most a nézők szemelvényeket. Egy farsangi műsort kezdtünk el felújítani. Pontosan tudtuk, hogy
hogy milyen lesz, mert egy felújítás, de munka közben annyi ötletünk támad, hogy úgy látom, hogy egy ilyen metamorfózison keresztül megy a műsor, és teljesen más farsangi műsorunk születik, ami lesz utánérzésünk, de hál' Istennek igényesebb lesz, mint a régi volt. És készülünk egy Bukovináról szóló, bukovinai székelyekről szóló műsorral is tavasszal, de hát további jobbnál jobb terveink vannak. Én magam lassítanám, mert túl sok adást tartottunk az idén, de hát már ha hívnak és be van szervezve, akkor a környéken egy csomó előadásunk van. Hát én mindenképpen köszönöm, hogy befáradtál a nem sokára kezdődő előadás ellenére. És az a javaslatom akkor, hogy hát nézzünk meg egy rövid részletet ebből. Ugye rv.ma, Levelek Londonban, címe a produkciónak, rendező, koreográfus, forgatókönyvíró Diószegi László.